Na jó reggelt kívánok mindenkinek, szevasztok srácok! Kösz! Jól indul az adás, tüsszentése. Na, még lehető lesz. Folytatjuk a... Nézd már! Inkább lenémítom magamat. Úgyhogy szétdurranjon a fejetek. No, szóval folytatjuk az F1 My Team-ünket. Úgy volt, hogy hamarabb talán, ha úgy van, kezdek, de nem bírtam sajnos hamarabb kezdeni. Így lehet, hogy csak egy belga nagy díjunk lesz ma. Jó srácok, mert azért nem egy kis pályáról van szó. Meg ki tudja még, ha eső is lesz rajta, meg safety car, akkor meg pláne, tehát akkor valószínűleg belefér a... A holland nagy díj. Itt van a tabella, jelenleg vezetem a világbajnokság, a 193 ponttal, Verstappen a második 187-tel, Perez a harmadik 181-jel, majd Norris a negyedik, Hamilton az ötödik, Ricardo 6, Bottas 7, Sainz 8, Leclerc 9, és Gasly a tizedik, hát Schwarzmannunk pedig a 11. Meglátjuk, hogy mit tud teljesíteni. Főleg úgy, hogy most fejlődött, ugye, a szimulátorunk, tehát elvileg az emberünk gyorsult valamivel. Valamihez foghatóan. Red Bull az első, McLaren a második, Pannoni a harmadik, negyedik a Mercedes, ötödik a Ferrari, hatodik az Alfa Tauri, hetedik az Alpine, Aston Martin a nyolcadik, és utána Alfa Romeo, Williams, Haas, nekik még nincsen pontjuk. Rivalizálásba Bottasszal vagyunk, 6-3-mal vezetünk. Közben a torkomat valamit piszkosul, ezért irritálja. A lényeg, hogy Schwarzmannunk 85-ös ratinggel rendelkezik, piszok gyenge experttel. Hát a racecraftja, a pace ez úgy, ahogy jó, az awareness az meg ilyen szó-szó, 69-es fókusz. Nagyon kíváncsi leszek most tényleg, hogy el tudunk érni valami jobbat ő általa ezen a nagy díjon. Fejlesztésünk megjött szinte, ráadásul az összes fejlesztés is, úgyhogy nincs kecmec. Mennie kell a dolgoknak. Jó reggelt, kis Lovi, ciao, ciao. Jó, szerintem a belga lesz. Úristen. Inter eső, vagy sima eső, vagy valami lesz. Versenyen. Aj, baszki. Ezt belindítom a hadunkat. Jó lesz, fasza lesz. Hát, ez várható volt egyébként, lássuk be. De lehet, hogy quick practice-elünk egyet. Úgyis csak a race stratégia meg ezekre van. Jó, quick practice-elünk, jó? Nem élünk itt most a körünk ezzel. Egy megvan. Szia, Norbi.
Jaj, program fél, dehogy valami összejöjjön. Édes Istenem. És akkor a harmadik practice-re is hagyunk. Azért egy kicsit terültettem, hogy hát ha tudunk haladni vele, és akkor Hollandot még bele sűrítjük. Istenem. 70%-ra, mert ha 25-re csinálna ilyet, akkor azt mondom, hogy jó van. Üha. Lehet, hogy nem lesz meg az egyik? De, meg lett. Éppen, hogy meg lett. Azért ez így ki van centízve. Gyerekek, így is 900-as izé. Szevasz Bartalix. Mit várok belga nagydíjon? Hát nyilván dobogó az egyértelmű, főleg egy ilyen magyar nagydíj után. Schwarzmanntól most egy top 5-öt kérek. Remélek, hogy eső van egyébként. Egy top 5-öt várok. Már nem tudunk fejleszteni. Tudtommal így se tudunk fejleszteni. És tudtommal motornás, úgyhogy megyünk a durability-kre rá. Az a biztos. Így. Meg a... MGUH-ra is nyomunk egyet. Így. Megbízhatóságot is. Amit tudunk, még fejlesztünk fel. Szóval... reménykedek igen benne. Na, a Ferrari is egy kicsit fejlesztett. Mercedes annyit nem, meg még a McLaren. Ez nagyot fejlesztett a Red Bull. Most nézem. Így. Meg így. És akkor let's go! Szia Marci, jó reggelt! Nagyon a setup-ban nem tudunk variálni. Úgy. Tehát esős, nem esős. Max majd a izén tudunk állítani a... az aerón. De felesleges ez, majd a versenyre esetleg állítunk az aerón, de felesleges ez a setupolás, egy esős, nem esős, ez... Hú, mindegy. Go to track.
Standing by. Nem. És valószínűleg a pénz, ami PC fejlesztésre van, az el fog menni másra. Gondolok itt az F1-re, meg az F1 Managerre. Felesleges, nem látom értelmét azért, nem is érzek olyan nagy problémát a gépemmel kapcsolatosan. Amit akarok esetleg játszani, majd egy God of War 2, az amúgy is majd PS5-ön lesz, tehát... Nem tudsz mit fejleszteni. Videókártyák még mindig azért nincsenek normális árban, oké, egy kicsit csökkent az áruk, de amúgy meg nem. Most az, hogy én megint vegyek egy új alaplapot bele, egy új processzort, esetleg memória. Amit még lehetne, az jó jönne, az egy terás SSD. Esetleg az még, de... Nem, ilyen kurva nagy fejlesztést nem tervezek, megmondom őszintén. Na, várjatok. Rasszony hív. Igen, mert az azt, hogy most nem annyira korán ment aludni, vagy aludni, bár aludni ment volna dolgozni. Aztán anya nem akartam most így 7 órakor én is föl zargatni, mert mit tudom én, mert itt rezgek, mozgok a vizével. Szóval nem tervezek nagyon PC-t fejleszteni, mert... Tehát a Warzone 2 nem hiszem, hogy olyan drasztikus izé lesz. Tehát érzek még annyi kakaót a gépembe, hogy azért a 60 FPS minimum meglegyen a játékokhoz. Szerintem. Az, hogy esetleg nincs optimizálva, az már... Mert igazából PC-n ez lesz egy Warzone 2, ami várható, a kod majd ősszel. De... Szerintem az új F1-nek nem kell olyan nagy izé, ahogy néztem, nem sokat fog változni a
gépigénye. Nagyon más nem tervezek. Hát, meg nem olcsó mulatság, így van egy Bartolix. Mondom, esetleg egy SSD-t, egy terás SSD, az még talán lehet, hogy befigyel, de nem. Főleg úgy, hogy most tényleg terve van a jogosítvány, meg a mi a fene, a házvásárlás. Nem akarok én most ilyen 300, 400, 500 ezeres gépfejlesztésbe belekezdeni, tehát nem valószínű. Na, kezdjük meg a mérkörünket. Nem tudom, meg kell nézni a neten, de olyan 25-30 körül mehet. Azért van aero, úgy látom. Schwarzman egy tizedet kapott Hamiltontól, az már tűrhető. És én is. Mennyi? Akkor jó van. Kíváncsiak a Red Bull mit fog menni. Kezdődnek a bulik, úgy látom hátul. Volt valami feltartás. Hát a Q1 az így szerintem megvan. Jobbulás Zöldváros egyébként. Ez is Norbi. Hát én is így indultam múlt héten. Ugyanígy indultam. Péntek reggel úgy keltem föl, hogy úgy szétrobbantak a szemeim szinte. Úgy fájt.
Piszkosul fájtak a szemeim, meg ez a arcüreg, tehát ilyenek. Nem volt egy kellemes jaj. Ó, Verstappen is csak hatodik. Na, megtátosodtak a brittek. Erősebbnek gondolta volna. Igen, hogy ennyire szar az időjárás, röhely. Tisztára egy Leclerc is, csak 11. No, Mazepin, Aylott, Latifi, Giovinazzi, Stroll és Schumacher estek ki. Most is brutális idő van kint. 25-28 között mozog az SSD. Hát azért mondom, hogy az még esetleg belefér. De nem az M2-es, hanem a sima. Menni kell kifele. Menni kell kifele. Go. Na, jön a elhősödés. Ilyenkor lehet megfázni, így van, influenza. Bár reggelet ugye pénteken szóltam a háziorvosnak. Hát akkor lehet, hogy Covid, akkor teszteljük. Akkor szombaton jött a tesztelő, megmatatták az óromat. Felesleges a gumi taktikát alkalmazni, most agyaltam volna médiummal kijönni, de felesleges lett volna, mert ugye eső lesz végig a futama. Ezt a kanyart kéne valahogy jó, normálisabban bevenni. Elengedett Vettel. Oh. Délutános, igen. Megint nem lett normálisan beleéve ez a kanyar. Eddig jók vagyunk, mert lila szektorjaink vannak. Joker rot.
Nem tudom, mennyi volt a Q1-be, de... Ezt most összeraktuk. Ez most jó kör volt. Hamilton csak 7 tizeddel rosszabbat ment. Perez, hoppá, 1000-del. A fel a pofáját, na, megtátosodik a Red Bull? 1000-et adott. Ilyet. De mit csinálsz? Akkor menj már el, az ég áldjon meg! Ó, nagyon remélem, hogy az új F1-be szalad, kijavították, mert ez nagyon gáz. Hát az lehet tévé is. Ja, Blood. Az lehet tévé is. Hát akkor meg kell nézni, hogy a többi dolog, a telefon meg ilyen, hogy az is ledobja. Nekünk az a jó, hogy ott van a közelben a router, az én inkább kábellel. Fast-up-e médiummal, ügyes vagy fiam. Eszet nem adtak ugyanúgy ennek a játéknak. Az aiknak. Schwarzman azért kapott. 1000, azért az kemény. És esett is az eső. Leclerc kiesett, 13. Szép. Russell, Vettel, Ocon, Leclerc, Bottas is kiesett. Cunoda. Ez úgy nice. Schwarz van a harmadik helyen tovább jutott. Na! Kicsi fiú! De nem is az, hogy közel van, én alapból kábellel inkább összekötöm. Tehát hogy a kábel mindig stabilabb, mint a wifi. Ez egyszerű. Ú, 10 perc múlva száradás lesz. Na most ez nagy kérdés, hogy mennyit javul a pálya. Mindegy, kimegyünk most így, hogy azért megnézzük, hogy milyen a vizes pálya. Egy kábel van a szobában és a PC-kkel, hát. Mi van? Ezt most nem értem. Van router, nem? Valami elosztója van, ahonnan jön az internet. Digitől kaptál az a izé routert. Kaptatok. Hát, és a tévé hol van? Wow, azért itt jobban kell fizni. Hány fal van a tévé meg a konyha között? Egy konyhába rakni routert? Ezt sose értettem, már bocs. Hát akkor ne csodálkoztat, három fal gyerekek, tehát... Hát akkor jó, hogy gyenge, ledobálja a wifit. Hát azért
nem hiszem, hogy vályok falatok van, tehát vagy hungarocell, ami vékonyabb lenne. Akkor ne csodálkozz. Hát akkor vagy veszel tényleg egy jelerősítőt, tényleg akkor, és azt be kell rakni a tévé mellé. Akkor úgy meg lehet próbálni. Hát ez kemény lesz ez az Inter, baszki. Mondom, kemény lesz. Hát így meg pláne kemény lesz. Menjünk csak vissza. Hát itt nem mertem teljes padlógázat nyomni. Na most kijöhet az záró fejlesztésünk. Így is valaki lilás szektort megy, hát mondjuk Perezen meg se lepődök. Hát esőben úgy látszik, hogy erős ragyad az aj. Háj, de nem jött jól ez az eső. Szárazon azért jók lettünk volna, de... Okay, I think the track will be drying out quite soon. Mind you don't burn out your tires. Kérdés, hogy hogy fog száradni. Itt most megint ezen fog múlni. Hát Verstappen nem engedlek el, mert úgyis be fogsz jönni, van egy olyan érzésem. Remélem, hogy szánytörésem van. Ilyen hülye egy boxbejáratot.
Hát bőven javulnunk kell. Mert ez nagyon gyér ez az idő. Nézzük, hogy Umi ügyileg, vagy állunk. Hát... Fárad a pálya. Ki mivel megy ki? Nézzük már meg. Mikterrel megy ki mindenki. Én lehet kockáztatok. Majd 5 másodpercet, mire körbeérünk, lehet, hogy pont jó lesz. Úgyhogy, ja. Én kivegyek a szárazza. All clear the garage, please. Car ready to leave. Á, ők is szoftal mennek ki. Fel a pofátokat. Azt hittem interrel mennek ki. Még jó, hogy váltottam gúj. Ez meg jól jöhet nekünk viszont így. Annyira nem sietek, hogy minél jobb legyen a pálya. Ezt élőben lehet, hogy nem engednék amúgy. Ők így visszahűl nagyon a gumi, az a baj. De mennyi. Azt a kurva csúszik ez!
1:49.96. Ott is egy ezred, Perez úgy látszik ilyen egy ezredeket szeret adni. Ez nagyon nem jó. Schwarzman talán megelőzzük, de... Hova mész, haló? Ha mi volt ez a megvezetés? Hát mi volt ez? Kivettem a switch kifele az autó. Ez az altatás volt, rohadjon meg az AI. Altat itt jobbra balra. Pont Schwarzman mögé. Well, that wraps up qualifying, but don't worry, we'll be back tomorrow as we head into the Grand Prix. Japán. Hát csalódott vagyok, mert nem így indult. Köcsög AI altatott. Lehetett volna jobb is. What exactly was it you weren't happy about? No comment. You lost your teammate today. Was it just not your day? You won't be starting at the front of the pack. Are you worried? Szép jó reggel, PvP. Nem baj, hát Bottasszal szemben jók vagyunk. Interem mi a szart fogunk csinálni, mert ez végig ilyen interes cucc lesz. Nem tudom. Welcome along then to the Belgian Grand Prix, the race that gave us the maiden victory for the Jordan team in 1998, and in the same team the phenomenal debut of a young Michael Schumacher. There's always something special around one of the many corners of this fan favorite circuit. Spa-Francorchamps then, a 4.35 mile tour of the Ardennes countryside with 9 right corners and 10 left corners, giving us a grand total of 19. Average lap speeds in the dry can reach about 145 miles per hour, but without a significant improvement in these conditions, we won't be seeing anything like that today. Joining me on this very wet day is a man who's no stranger to driving in miserable conditions. Anthony Davidson, you've driven open cockpit, you've driven sports cars. How does the wet weather experience change between the different disciplines? Well, I wouldn't say there's much difference in Perez, honesty, Perez, elég szoros, így vezet, így néz ki a top 3-a. You find in sports cars with the different categories all sharing the same track. Driving in the rain. Of course, the biggest difference between the two is the closed cockpit versus the open cockpit. You get the luxury of staying dry in the sports car, but if your screen ever gets dirty, well, that's a pit stop. Not just wiping your visor or pulling away a tear off, but most of the time, you know, they're both as miserable as each other, to be honest. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Sergio Perez will lead us away from pole position, and Max Verstappen lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have Norris, Hamilton, Daniel Ricciardo, and Schwartzman. Vagy kuk, igen, ott. Sonoda, Bottas, hát na. Charles Leclerc and Ocon.
Vettel, Russell, Mick Schumacher, and Lance Stroll. Giovinazzi, Ireland, Mazepin, and Nicholas Latifi. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Jó vagyunk így. Hát eső hátán, tehát ez nem fog változni sok mindent. Everything looks good on the power unit cycle, so let's concentrate on bringing tires and brakes up to temperature. Csodálkoznék, ha rablad a safety car. Baby. Jó, föl kell melegíteni a gumikat, hogy hát, ha tényleg. Mi volt ez a hang? Félek azért ettől a versenytől. Nem érzem stabilnak így, nem szeretem az interes, az hú. Sequence will begin as soon as the grid has formed. Be ready with the clutch. Azt a jó eget! Bocsi! Hamilton! Nem fogunk megállni? De jó, megálltuk. Miért ne indították volna el? Az nem olyan eső.
Persongoál. Több félek, hogy nem bírom úgy bevenni a kanyart. Kilencvenes a zai. Közepes traction control van, fék és kormányzás nyilván kikapcsolva. Amint láthatod, az van egy ilyen alap szamárvezető. És a boxba meg a kijárathoz ott segít. Pit assist, ilyenek vannak, már az nem akartam szarakodni. Ennyi. Egyszer egyenesekben én nem tudom, hova a francba leve elhúzzak az autók. Nem bírok közeledni a McLarenre. Hopp. Emiattom meg nagyon a nyakamba van. Drying, hát... Most terveztem slickeket, Jeff, tehát... Merész, hogy ilyeneket gondolsz, de azért aranyos vagy. Itt a kanyargós részeken rájövök az aira, de egyenesebbe kezd elnyúlni. Én váltok, igen.
Bazd meg! Weather report. Már megnyomta. Now, but it's going to take a while for the track to dry out. Inters seem like the fastest tire for now. Ezt a kanyart nem szeretem. But the track is still going to be wet for a while. Öcsém, hát mekkorát fékezzek már! Fazd meg! De ezek a zajnak nem kell ekkorát fékeznie, rohadjon meg a feje. Check your MFD for a new strategy option. Olyan jókor tudod ezt mindig mondani, Jeff, hogy imádlak. Confirm change. Copy. Has just posted the fastest lap of the race. I'm on this.
mezd meg. Nem, hát nem értem ezt a játékot, komolyan mondom. Bőven fékeztem már akkor, amikor meg kellett volna, és mégis túlfékezi magát. Hát, mintha egy picit közeledtünk volna Norrisra. Csak azt a belső rázókövet halad, hogy kerüljük el. Tökéletesen veszi be a kanyart. Gap to teammate behind is 5.7 seconds. Okay, the weather's certainly eased off for the time being, but we've still got a lot of standing water out there. We're happy for you to stay out on the inters for now. Nem vagyok olyan közel, az a baj.
expecting you in around two laps, and we'll be putting you on the intermediate tyres. De... Careful, we think you're going to start losing some tire grip around now. Ez a fékezési rendszer ebbe a játékba egy trágya, bazd meg. Hát rég a pirosnál kezdesz fékezni, és csúszol, mint a kurva anyja. Valahogy Norris meg kéne előzni. Most ő jön ki, gondolom. Vagy kiáll, vagy mi van? Green flag. Box, box. Hahaha, Schwarzman. Na, jó. Very good.
Robert is out of the race. Jó, ha már egyszer már mondtad, már te barom. Inkább mondjad azt, hogy pit stop information. We'll be doing one more stop today. One stop left in our strategy. Your pit window is open. Pit window is open. Végig kéne menni ezekkel a gumikkal. Ilyenkor van, nincs kötelező kiállás, ugye? Azért az kemény lenne. Az a baj, Verstappen bedarálna. Jövünk, az a biztos. Hát bazd meg. Megint ez a fékezés. Rohadt dobogó legyen már meg. Hopp. Okay, some information on Bottas. They are out of the race. Az nekünk rivális szempontból jó. Yeah.
Vehicle condition. Tire condition is still looking good. Megúsztuk. The car behind is dropping back by about 3/10 a lap. A faszért csúszol le! Azaz. That was the fastest lap of the race. Keep this up. Meg kell lennie, most meg kell lennie, most meg kell lennie. Ki fogjuk fékezni, ki kell fékezzük. Nem közelítünk úgy rá. Still on the right tires for the time being. Hát most meg kell lennie. Ott is van.
Some information on Norris. They have an issue with their car. They're going to be slow. Ez is közrejátszott valószínűleg. Gap to car in front is 9.6 seconds. Csak most ne legyen már izé ilyen gyors bug, vagy mi az Isten. Latifival volt a magyar nagydíjon. Hát rohadjál meg! Betű. Okay, gap ahead is 10.2 seconds. Feltétlen fontos volt neki. We're increasing our gap on the car behind by around a second a lap. Fastest lap overall. The fastest lap at this point in time is a 1 minute 52.8. Épp hogy vert egyet. Történt. Épp hogy megverte a legjobb idővel Verstappen. Red Bullok nagyon el vannak, úgy látom. There's 5 laps of fuel remaining.
Igen, amúgy. Csak nem mertem azt a taktikát eljátszani, hogy mínusz benzinnel, üzemanyaggal induljak. Kálló, megelőzte Norris, ez vissza. Hát az nagyon nagy lenne, ha két Red Bull összeütközne a végé. De szerintem ilyen nem lesz. Biztos, hogy jó lesz a kör. Hát ez nagyon szívesen, Jeff. Csak nem tudom, hogy meglette. De legalább a driver idén megvan. Meglette a leggyorsabb kör. De szerintem nem, mert nem csak a középső szektor volt lila. Hát a Red Bull az most ad a csapat elég szépen. És Perez lett az első. It's a very balanced package in the wet, and what that means is that the drivers have confidence to attack, and having that confidence gets you on the power earlier, it lets you brake later, and can put you a long way up the road. Legalább a dobogóra be tudtuk hozni, ennek örülök azért. After showcasing some incredible driving, there's been a huge push from them lately to stay competitive with the other teams, and they're certainly proving themselves. És meglett! Meglett! Fedd a pofátokat! Let's move on to the Red Bull. Pull further ahead in the standings. Meanwhile, good work from Aston Martin this weekend. Állottal. Plusz még nem töltött le az izét, penaltit se. Thanks to everyone who joined us, and we'll see you for the next one. Avó, Sánchez a senkinél.
No, szóval Schwarzman és Bottas kiesett, Giovinazzi 20, Aylot 19, Mazepin 18, Latifi 17, Schumacher 16, Stroll 15, Russell 14, Vettel 13, Ocon 12, Leclerc csak 11, Tsunoda 10, Alonso 9, Sainz 8, Gasly 7, Hamilton 6, Norris, Ricardo 5, Norris 4, én 3, Verstappen 2, és Perez az első. És akkor így állunk, hát szoros, nagyon szoros a világbajnoki tabella, 209 ponttal még vezetem, mögöttem feljön a második helyre Perez a 206 pontjával, Verstappen a harmadik helyre esik vissza, de nekik is 205 pontja van, 5 ponton belül a top 3, utána jön egy szakadás, Norris a negyedik, Hamilton 5, Ricardo 6, Bottas 7, Sainz 8, Leclerc 9, Gasly 10, Schwarzman ugye 11. Hát ez a konstruktőrbe, én azt hiszem, hogy szerintem a Red Bull az már el is könyvelheti magának ezt a sikert. Az első helyet a 411 pontjával, McLaren a második 274-jel, a Pannonia Mó Racing a harmadik 236-tal. Hát még azért a második helyet megszerezhetjük szerintem az összetettben. Mercedes csak a negyedik, ötödik a Ferrari, hatodik az Alfa Tauri, hetedik az Alpine, nyolcadik az Aston Martin, kilencedik az Alfa Romeo, tíz Williams és tizenegy a Haas. Na nézzünk egy highlightsot. Hát kemény egy futam volt. Nehéz volt, nem volt egyszerű, nem volt egyszerű. Schwarzman meg én azt mondom, hogy most mechanikus izé ide vagy oda, de nem. Hát itt azért Hamiltonnak keményen oda raktuk. De többi valószínűleg Schwarzmantól a következő szezonban elbúcsúzunk. Mert már meguntam ezt a szarakodást. Mechanikai hiba ide vagy oda. Igen, itt azért megcsúsztuk. Hát Norrisékkal nagyon el voltam. Brutális volt a McLarenekkel. Azt hiddi az ember, hogy na, talán. Megvan. Nem volt meg. Hogy értem, hogy esik az eső, meg kellenek a vízcseppek, de ez már túlzás. Tehát a közvetítésekben se ezt látjuk. Ha ilyet látsz a közvetítésben, akkor tényleg piros zászlóval. Tehát igen, itt azért mázli volt, hogy nem törtük le, bedrifteltünk Norris mögé. Vagy itt! Pont közvetlen a kamera mellett, de hogy itt mi veri föl úgy neki a izét. Itt volt az előzés. Tehát a problémája is akadt. Hú, hát ez kemény volt. És 5-0. Bottasszal szemben ez nekünk jól jött. Jaj, 4 kérdés nem lett meg, hagyjál már békén. Bőven volt 4 kérdés, de mindegy. Our running costs are significantly less than the income we're pulling in. I suggest we start looking for opportunities to spend that profit margin. The marketing department needs some assistance to reach a resolution here.
Apologize. Thank you. Szív valami Schwarzwaldról, valami klip. Gyabjuk fel a fókuszt, hátha lesz valami, de hát... Katasztrófa ez az ember. ...62-es fókusza van, bazd meg, hát nem is csodálom, tehát ez gatya. Úgyhogy Russell-t nem is nézzük, de valószínűleg, hát jó, sajnos Gasly-nak se jobb a fókusza. Reméljük, hogy ez változik esetleg, de hát láttuk, hogy Schwarz, vagy kooperatívban Science-nál is jelzott, hogy hiába kezdődött egy új szezon, ugyanúgy szarral maradt a fókusza, tehát... Nem tudom, hogy ezt hogy lehetne Isten igazából jól kivitelezni. És kíváncsi vagyok, hogy így milyen a fókusza. Már 63-at növekedett a fókusza. Nagyon jó. Katasztrófa az az ember. Egyértelmű, Gasly. Várható. Tapasztalatszerzésben is bőveg ott van. Racecraftról is beszélve. Úgyhogy ja. Jó srácok, nem lesz Holland nagy díj, azt már nem megyek bele, mert így 10:30 ezért ez így kemény lenne. Viszont cserébe azt mondom, hogy akkor egy kicsit a Warzone-osoknak kedvezünk, és nyomunk egy kis Warzone-t még, jó? Úgyhogy egy pár perc pihi, és visszatérek a Warzone-ra. Nagyon szépen köszönöm a követéseket, meg hogy itt voltatok, ha tehetitek, tartsatok velem. Addig is legyetek jó. Szevasztok, sziasztok!